Akvarellek, fotók, grafikák sorakoznak a Grassalkovics Művelődési Ház kis termének falán, amelyek sokszor hosszú műszakban, ügyeletben eltöltött órák után születtek. Kevesen gondolunk arra, hogy a kórházban dolgozó orvosok, nővérek, és még sorolhatnánk az alkalmazottakat, akik gyógyulásunkért tevékenykednek, bizony sokszor amatőr művészként szebbnél szebb képzőművészeti alkotásokat hoznak létre fáradtságos hivatásuk mellett. A kórház dolgozói által készített képzőművészeti alkotásokat állítjuk most ki itt a Grassalkovics kastély eme kiállító termében, amit nagyon nagy örömmel teszünk, hogy megmutassuk a kórház dolgozóinak alkotásait. A kifejező képesség, a tehetség megmutatkozik ezen művekben, hogyha végignézik a kiállított képeket és tárgyak, képzőművészeti tárgyakat. Tükrözi azt, hogy az egészségügyi dolgozók közül nagyon sokan valamilyen művészeti ágat képviselnek, zenét, képzőművészetben, nagyon sokan vannak, gondolkoznak. Ez tulajdonképpen az egészségügyi dolgozók egyfajta belső érzékenységéről ad képet, ami belső érzékenység az egészségügy iránt elkötelezettekben általában megvan, hiszen szükséges a beteg emberek kezelésében, gyógyításában, ápolásában egy a hétköznapitól nagyobb érzékenység, egyfajta alázat a beteggel szemben, alázat az anyaggal szemben, alázat a kifejező képességgel szemben. Az Albert Schweitzer Kórház az idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, amely jubileum jelentős mértékben inspirálta az intézmény vezetését a kiállítás megrendezésére. Egy hét múlva lesz ennek a tudományos munkának az értékelése is a kórháznak a 50 éves jubileuma, és ezt megelőzően úgy gondoltuk, hogy most ez egy jó alkalom arra, hogy ezen a téren is bemutatkozzon a kórház, ne csak a gyógyítás és a tudományos munka területén. Érdemes meglátogatni az egyedi tárlatot, hiszen formabontó módon a képzőművészeti alkotások mellett egyúttal kirándulást tehetünk a költészet és az irodalom világába is. A kórházi dolgozók műveit közel két hétig tekinthetik meg a Grassalkovics Művelődési Központban.